Őshonos fafajtákat ültetnek a zombai általános iskola tanulói. A több mint 10 éve itt működő Zöldalma Klub kezdeményezésére kezdtek környezetszépítésbe a diákok és a pedagógusok. A fákat a régi szeméttároló helyére ültették. Védjük a környezetet, mert ugye most volt az Amazóniában is ugye kipusztult, vagy égették a fákat, és ugye ott is több ezer fa elpusztult, és mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy itt zombán, itt is vagy kárpótoljuk ezeket a fákat. A pedagógusok célja, hogy a faültetéssel környezettudatosságra neveljék a gyerekeket, amit ők nagyon élveznek, mondta a Zöldalma Klub vezetője. Jelenleg 70 darab őshonos fát ültetünk, 30 zöldalmás diák segítségével. Ahol most állunk, az egy egykori szeméttelep volt, a szeméttelep rekultivációja történt meg, és ide történik a facsemetéknek az ültetése a diákok és a kedves szülők, illetve az önkormányzati dolgozók segítségével. Fontos a példamutatás, fontos megértetni a felnövő generációval, hogy óvják környezetüket. Ezt mondja az akció kapcsán Zomba polgármestere. Tulajdonképpen ezek a gyerekek, ez a 12-14-15 éves csoport, ezek arra nagyon alkalmasak és nagyon jók, hogy rajtuk keresztül elérjük a zombai családokat. Több mint 30 zöldalma klubos diák vett részt és ültetett fát a program során.